Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. A nemzeti jogrend világos keretet szab. A törvényesen bejegyzett pártok szervezeti, gazdálkodási és igazgatási működésének. Úgy vélem, hogy ezeket a normákat kivétel nélkül valamennyi Magyarországon bejegyzett és működő politikai párt köteles betartani. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény részletesen szabályozza a működési kereteket, köztük pedig a pártok gazdálkodási szabályait is. A törvény rendelkezése szerint egyéb hozzájárulás és adomány elfogadása esetében, amennyiben annak értéke 500 000 forintot meghaladja, az adott párt köteles a kapott hozzájárulást nevesíteni. A közelmúltban tanúi lehettünk a Jobbik gazdálkodási botrányainak. Az állami számvevőszék szabálytalan gazdálkodás miatt több mint 600 millió forint megfizetésére kötelezte a pártot, majd erre való hivatkozással adománygyűjtésbe kezdett a Jobbik, amely pénzeket valószínűsíthetően az ígéretükkel ellentétesen módon kampányuk finanszírozására költötték el. A Jobbik balra tolódása miatti kilépési hullámnak köszönhetően újabb kétes ügyletek kerültek felszínre. Szabó Balázs, a felosztatott szekszárdi alapszervezet vezetőjének elmondása szerint Simicska Lajos volt médiavállalkozó, nejlon zacskóban küldte a rántott húst a Jobbiknak. Tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr, úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára világos, hogy a rántott hús jelző alatt mire gondolt az ex-jobbikos politikus. Elmondása szerint ilyen törvénytelen módon küldte a média mágnás a pénzeket az ászbüntetés finanszírozására. Teljesen abszurd, hogy egy párt a szabálytalan gazdálkodás miatt szankció kiegyenlítésére ismét törvénytelen módon gyűjtött pénzeket. Tisztelt képviselőtársaim! Úgy gondolom, ideje lenne, itt a Jobbik tiszta vizet öntsön a pohárba, hiszen a körülményeket tisztázozni kell. Kérdezem államtitkár urat, meddig folytatható még a zavaros pénzügyi... Képviselő úr, 2 perc áll rendelkezésre. Várom államtitkár válaszát. Tisztelt országgyűlés! Tisztelt országgyűlés! Megadom a szót Völner Pál államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Hát a képviselő úr által előadottakból is kiderül, hogy a Jobbik ma már árnyéka annak a 2010-ben daliásra bevonuló csapatnak, amely mindenféle megtisztításáról beszélt a közéletnek, súlyos válságoktól szenvednek. Ma már egy reménytelen helyzetbe levő párt kétségbe esett próbálkozásokkal, kétes ügyeivel időről időre bizonyítják ezt. Rohamos a tagcsökkenésük, a belső problémái közepette tovább gyűrűzik illegális pártfinanszírozási botrányuk. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény világos rendelkezéseket tartalmaz a pártok gazdálkodására. Kimondja például, hogy a pártok vagyoni hozzájárulást más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes szemétől, valamint emellett nem fogadhatnak el névtelen adományt és egyéb hozzájárulásokat, adományokat pedig 500 000 forint felett nevesíteni kell. És akkor megvan a magyarázat az acskós pénzeknél az 500 000 forintos határa. Mindezen szabályok értelmezése persze, mint a gyakorlat bizonyítja, a Jobbiknak időről időre problémát okoz. Ebben szerencsére az ÁSZ és az egyéb hatóságok segítenek nekik, és remélhetőleg előbb vagy utóbb megtanulják a szabályozás lényegét. Először is 2017-ben a Jobbik jóval piaci ár alatt jutott patkált helyekhez, melyeket Schneider Tamás is elismert, így az állami számvevőszék a vonatkozó törvényeknek megfelelően és megalapozottan állapította meg, hogy a Jobbik tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el 2017 első fél évében. Az állami számvevőszék a Jobbik ellenőrzéséről szóló jelentésben megállapította, hogy a párt a 15-ös, 16-os évek vonatkozásában nem igazolta a közpénzekkel átlátható és elszámítható gazdálkodást, valamint jogszabályt megsértve 331 millió 600 ezer forint értékben tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el. Megköszönöm államtitkár úr válaszát.
Tisztelt Országgyűlés, viszontválaszra megadom a szót képviselőnek, parancsoljon. Szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, ezek szerint leszögezhetjük, hogy a rántott hússal való etetés és hízlalás nem közétkeztetési kategória, hanem tiltott pártfinanszírozás, amelynek következményei kell, hogy legyenek. A következmények egy részét a Jobbik a választáson elszenvedte, vagy tudott vele találkozni. Én kérem államtitkár urat, hogy az ügy kivizsgálása mindannyiunk érdeke, hogy a demokrácia szempontjából tudjuk azt, hogy ne etethessenek se bennünket, és ne finanszírozhassanak pártokat titkos és illegális módon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés, viszontválasz illeti meg államtitkár urat, parancsoljon államtitkár úr! Köszönöm a szót, elnök úr! Hogy a Jobbik némi vizsgálatot érdemel, az az ügy is bizonyítja, amikor Schneider Tamás pártelnök úr egy interjúban kifejtette, hogy 2017 közepe után nem kapnak hitelt senkitől. Ennek ellenére a Jobbik kampánybeszámolójában írt arról, hogy 80 millió forintos hitelt vettek fel a választásra. És az a bizonyos 100 millió forint, amit képviselő úr is említett, ezt sem tüntették fel kampányköltésként, amelyet eredetileg az ÁSZ által a tiltott párfinanszírozás miatt kiszabott szankció befizetésére gyűjtöttek, tehát a választóikat is becsapták, mert nem arra célra használták fel az összeget, és utána nem is megfelelően könyvelték le ráadásul. Tehát vagy akkor hazudtak, amikor a kampányfinanszírozásról beszéltek, vagy pedig amikor a beszámolót nyújtották be, amikor nem tüntették fel. Szeretném megnyugtatni képviselő urat, hogy akárcsak az ÁSZ, akár a többi állami szerv, amely erre jogosult, ebben az esetben is megfelelő módon fog eljárni. Köszönöm szépen. Megköszönöm államtitkár úr választ.